sein Leben leben. Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkem. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg. Evangéliumi igéjét, megírva találjuk Máté evangéliumának 15.
1. verstől a következőig. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon vidékére. Ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajta! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonoszait. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kértük: Bocsásd el, mert kiáltoz után. De ő így felelt: Én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, máshoz nem. Az asszony pedig odaérve, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajta! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyának. Az asszony azonban így felett: Úgy van. De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult annak lánya még abban az órában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság, egyik az Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszen Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszen lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk a Királyok könyvének, a második Királyok könyvében a 20. fejezet első versét. Következő. Abban az időben Ezékiás király halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének. Így szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istenem. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, és meggyógyítalak. 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért. Majd ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok ide préselt függét. Oda hozták, és a kelevényre tették. A király pedig életben maradt. Ám.
Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban életünknek nagyon fontos része, és talán egyre fontosabb része a kényelem. Szeretjük a kényelmet, azt gondolom mindannyian. Amikor kanapét választunk, akkor kipróbáljuk, hogy melyiket lehet jó hosszasan ülni, és nem fájdul meg a derekunk közben, és mikor autót választunk, vagy éppen házat, mi ez kényelmes? Mi lesz az, ami megfelel az igényeinknek? Amelyik olyan, hogy az ember ugye abban szívesen legyen. Olyan ruhát, amiben lehet kényelmesen mozogni, vagy dolgozni, és ha még ünneplőt is választunk, ünneplő ruhát, azért nem baj, hogyha abban ugye el lehet lenni egy ideig, és nem törjük fel a lábamat a cipő. És amikor eszközöket választunk, akár bármiféle gépet, akkor az jól működjön, könnyen használható legyen, egyből rájöjjünk a tulajdonságaira, legyen az bármiféle háztartási gép, telefon, azt így tudjam használni, működőképes legyen. És hogy kielégítse az igényeimet. Hogy amikor így gondolok egyet, akkor azt úgy tudja, és azt így ennek megfelel, és amikor váltok és változtatok, akkor így működjenek, egyszerűen működjenek ezek a dolgok. És ez nem feltétlenül rossz, mert nyilvánvalóan az ember abba az irányba akar menni, hogy úgy oldjuk meg a dolgokat, hogy egyszerűbben. Miért kéne a bonyolultat választani? Hogy úgy valahogy úgy működjenek, hogy ne kelljen bele sok energiát tenni. És talán így vagyunk sok-sok emberi kapcsolattal is. Hogy működik magától, ha összejövünk és jól elbeszélgetünk, hogy minden megvan, akkor az egy jó. Ha egy kis probléma van, egy kis feszültség van, meg kéne oldani, munkát kéne beletenni, akkor hagyjuk. Milyen felhasználó barát legyen. És talán úgy mondjuk sokszor, hogy a szavaknak is olyan egyszerűen kéne jönnie. Sokszor én is így gondolom, rá megmondom őszintén, hogy hát az lenne a jó, hogyha az ember így elolvas egy igét, elolvas egy bibliai történetet, és hogy hopp, megvan. Erről ezt kell mondani. El kell mondani a mondani valót az embereknek. És nem szeretem azokat a napokat, amikor újra elolvasom, meg újra elolvasom, és nem történik semmi. Nem jönnek a szavak. Talán azt gondolja, hogy az Isten hit is valami ilyesmi, hogy így működik. Bekapcsolom, és akkor működik. Átállítom, és akkor működik. És egy kicsit van valami probléma, akkor elmondok valamit, és akkor megoldódik. Talán úgy szeretnék eredményeket elérni csomó mindenben, hogy ne kelljen megiszabni. A fiamnak az edzője szokta mondani a csapatnak, hogy kiabál be, hogy ez csak olyan focikálás. Tehát, hogy nem tettek bele semmi energiát. Ez csak olyan kényelmi szinten van az egész. Nincs mögötte küzdelem. Semmi. Nem léptek át a komfortzónát. Nincs semmi olyan, hogy azt éreznéd, hogy de én ezt akarom. És nem hagyom. És ragaszkodok hozzá. És nem csak a hétköznapi életben, talán mindenben úgy gondoljuk, hogy úgy a legjobb elérni eredményeket, hogy amikor ráérek, akkor így megcsinálom. Talán sok-sok területen így van, hogy mondjuk úgy szólaljon meg egy kórus, hogy amúgy ráérünk, elmegyünk, és akkor nem teszünk bele munkát. És azt gondolom, hogy ez a vasárnap egyébként a reminiszere vasárnapja, emlékez, gondoljon a mirgalmad vasárnapja, harcról szól. Arról a harcról, hogy én nem vagyok
törődni és úgy hagyni mindent, ahogy éppen van, és nem csak kényelmesen akarom megoldani ezeket a problémákat, hanem valamilyen módon ezt így ki akarom elöltetni. És ha végig gondolok, akkor a Szentírásnak a nagy alakjainak az életében mindig van valami nagy harc. Ábrahám, Jákob, Mózes, hogy én ezt nem hagyom úgy. Vagy Pál, vagy Jézus, az ott küzd. Szeretjük a kényelmet, és talán tényleg az Isten hitünket is ilyen kényelmi szinten akarjuk megélni. Hogy amikor így hiszek, akkor jó, amikor van probléma, akkor fölháborodok, és akkor ott hagyom. Ott hagyom. Nem azt csinálta, ami nekem tetszik. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy én elképzeltem. És akkor, hát mit képzel magáról az Isten? Mert csak így addig akarok elmenni, amíg nekem úgy megfelel. És a kánaáni asszony története, az, amit az oltár előtt olvastam fel, megdöbbentő, hogy talán mindannyiunk számára furcsa Jézusnak a hidegsége, Jézusnak az elutasítása. De lehet, hogy Jézus pontosan látta ezt az asszonyt, és lehet, hogy nem is az asszony miatt, hanem a többiek miatt, akik ott voltak, hogy látjátok, ez mit csinál? Látjátok, hogy ő mennyire akar. Hogy ő mindent betetesz, és nem érdekli, hogy megalázzák, meg kicsúfoljuk, engem az nem érdekel, én akkor is megyek. Megyek a dolgomért. Megyek a feladatomért. És persze, talán azt gondolhatná az ember, és azért is ijedtem meg ettől a textustól ma, mert mintha azt sugallnám, hogyha az ember nagyon imádkozik és nagyon akar, akkor minden probléma elmúlik. De ez nem igaz. Mert nem arról szól ez az ige, hogyha ha valaki beteg és nagyon-nagyon imádkozik és nagyon akar, akkor biztos, hogy meggyógyul, és minden baja, meg problémája, meg minden megoldódik. Nem erről van szó. De az Isten akarja, hogy küzdjünk. Akarja, hogy akarjunk. Hogy beletegyünk mindent. Hogy ne csak ilyen operett jellege legyen a dolognak, hogy amíg jól esik meg, addig, amíg kellemes. Mert Pál is úgy küzdött, és ő ugye azt a választ kapta, hogy nem. De ezen keresztül, ez a nemen keresztül is, amikor ugye azért imádkozott, hogy múljék el testéből a betegség, és azt a választ kapta, hogy megértette, hogy az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Hogy megértett valami mást. Igen, mert nem történnek úgy feltétlenül a dolgok, amit szeretnénk. Igen, lesznek olyan dolgok, vagy vannak olyan dolgok, mindannyian tudjuk, ami nem kellemes. Néhány évvel ezelőtt tartottam egy esküvőt, nagyon aranyosak voltak, nagyon kedves fiatal pár, és akkor így mesélték, hogy hogyan találkoztak, hogyan szerettek egymást, és elmondták, hogy a lány végképp nem akart ezzel a fiúval foglalkozni, de a fiú mondta, hogy amikor először megláttad, hogy ő lesz a feleség. És akkor mondta, de miért? Hát ez olyan kitartó volt. És aztán úgy egymásban szerettek, és olyan szépek, és olyan aranyosak. De hogy ez volt, hogy úgy akarta. És ez nem ilyen rossz érzésből mondta, hogy na jó, hanem látod benne valami olyat, amit talán a többiben nem látott. És amikor a tanítványoknak a történeteit olvassuk, akár Péterét, aki
aki nem hagyja, hogy megbossák a lábát, aki nem hagyja, hogy tovább menjen Jézus bizonyos témákban, amikor nem érti, vagy Tamás, akiről azt szoktuk mondani, hogy hitetlen Tamás, de hogy is. Tamásban éppen az a nagyszerű, hogy ő ragaszkodik hozzá, hogy ő akarja bizonyítani, látni, fogni, mert neki nem elég annyi, ami éppen van. És Jézusnak is ez tetszik, akkor gyere ide, Tamás, nézd meg. Emlékezz, Uram, irgalmadra, amikor szembeszállok vele, és ez nem ellenségként kell érteni, hanem amikor így küzdünk az Istennel, hitünkkel, akkor, és akkor azt látom, hogy esélytelen vagyok már, mert elfogytak az eszközeim, elfogyott az erőm, akkor azt mondom, hogy na jó, de te vagy az Istenem, nem? Olyan, mint amikor tényleg az ember birkózik a kisfiával. És akkor nyilván nem fogja legyőzni. És az ember úgy áll az Istenet, hogy hát igen, de én azért küzdök veled. És akkor megtanulunk valamit. Nem tudom, hogy mit. Mert sokszor tényleg évek kellenek, vagy évtizedek kellenek, hogy megértsünk dolgokat. Hogy miért így. De az biztos, hogy nem fogunk megtanulni semmit, ha nem teszünk bele egy kicsi erőt. Nem fogunk megérteni semmit, hogyha azt gondoljuk, hogy ez csak úgy magától fog jönni. Nem fog sikerülni, hogyha a hitünkben nem fogunk érteni semmi mélységet, hogyha nem teszek bele erőt. Nem teszek bele energiát. Ahogy Jákob túlságkodott az Istennel, és akkor azt mondta, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Azt gondolom, hogy ez a vasárnap is erről szól. Sokféle kérdésünkkel, kétségünkkel, bajunkkal odaállunk az Isten elé, és azt mondjuk, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Imádkozzunk. Áldj meg minket, Isten, értéssel, csenddel, szóval. Áldj meg minket, Isten, hogyha úgy méltatsz, gyógyulással. Áldj meg minket eredménnyel. Áldj meg minket jósággal. De mindenképpen áldj meg minket, Úrunk. Amen. Azok szólhatnak itt mi természetbeli adományokat nem gyűjtünk, tovább
csábítjuk ezeket, de ha összejönnek ilyen adományok és felajánlások, akkor tudunk segíteni abban, hogy hogyan és hova kerüljenek el ezek a sok csatornán, itt a városon belül, mert természetesen országon belül is sok felé el tudjuk, vagy tudunk közvetíteni természetesen. Az Isten békesség, amely minden ember értelmet felülmúl, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet.